Nos, egy nagyon pici S4, kicsit a kontroll. Traktor házatáján. Most már közben be esteledett, úgyhogy egész nap tudtam nyinyörgetni ezt a készüléket. Nézzük át nagyságrendileg, ha már itt vagyunk az elején. Van crossfader beállítási lehetőségünk is, illetve azoknak a beállítás, hogy melyik csatornákat vezéreljük, tehát hogy melyik csatornára legyen érvényes a crossfaderünk. Itt ezeket lehet állítani egy mikrofonból, ugye XLR és jack. Bármelyiket lehet csatlakoztatni, egy vagy kettő fejhallgató, 6,3 és 3,5-ös. Mindegyiket fogadja a készülék, és elég erőteljes a kimenete kontrollerhez képest. Maradjunk ennyibe. Négy sávba teljesen, teljes értékben tudunk zenélni. Nagy vonalakban hasonló, mint egy mai elvárásnak megfelelő kontroller, ugye felül az effekt szekciókat látjuk, bemeneti választó és hát maradjunk, majdnem azt mondtam, hogy trim potméter, de hát ugye hangerőszabályzó, illetve három darab EQ, ezek killes funkcióban vannak jelenleg. Illetve alul van egy ilyen kis effektező filter, paraméter, echo, több jellegű effect unit. Illetve van teljesen hagyományos filterünk is. Hopp, lejárt a számunk, úgyhogy induljunk egy következő csatival. Ugyanúgy be lehet választani a Q-pontokra, vagy a fejhallgató szekciót. És nagyon jó járású potmétereink vannak őszintén. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus. És szerintem teljesen jó használható. Az összes, mind hosszra, mind járásra nagyon finom puhák. Tehát szerintem, hogy a tartossága meg lesz, akkor ez egy nagyon jó választás traktor részéről. Crossfader meg carbon contact heat fader. Úgyhogy kicsit olyan... Jó, mondjuk én Eklerhez vagyok szokva, de ennek ellenére nagyon jó, nagyon jó. Egyet tekerünk itt a traktorba. Igen, hogy live inputra áttettem, úgyhogy értem, mert hogyha itt megnyomjuk az X-kombot, akkor természetesen átmegy a külső lehetőségeink közül egyre. Ma lemez játszott és fono. Tehát fono és line módban is használtam ezeket a bemeneteket. Van itt még egy mikrofonunk is. Kensington zár, hub, tehát USB-nek, illetve van egy továbbfűzési lehetőség hub, illetve van egy USB bemenetünk, ugye, ami kommunikálunk, illetve egy távellátás. Illetve buff kimenetünk, jack-en, XLR-en, master, illetve van egy master RCA kimenetünk is. Úgyhogy kimenet sincs hiány. És ami nagyon tetszik ezen a készüléken, hát gyerekek, ide néz, hát forog. Mondjuk ő is, hogyha kap valami zenét, oda néz. És nagyon jó is. De tényleg nincs. Jó, hát sose lesz teljesen vocalit feeling, de ennek ellenére nagyon jól tudjuk ezt szimulálni, és ugyanúgy fog meg, tudsz egy kicsit lassítani, belehúzol, és nagyon kemény, nagyon-nagyon-nagyon testes ez a gész. Fémes hatású. És ez rendben van. Annyi még, hogy jelenleg így néz ki egy kicsit. Kicsi betekintés, mindenki eldönti maga. Tök jó standalone alkalmazás egy laptoppal. Aki sokat mászkál, vagy tényleg egy ilyen all-in-van pultot keres, amire akár egy lemezjátszót, meg egy CD lejátszót még a mai világban simán rá lehet kötni, mert ugye csak maradt még lemezjátszó, illetve CD-ből is a régi számokat már lehet, hogy nincsenek meg digitalizálva. Úgyhogy a Traktor Pro 3-mal nagyon jól el vagyunk. Egész nap szépen kiszolgált minket, és tényleg hangminőségre sincsen panaszom. De hát természetesen ez mind szubjektív vélemény. Meg a padok is jók. Úgyhogy
úgyhogy ennek meg nagyon jó az érzete. Van visszajelzés azonnal. Úgyhogy akinek ez a szívei vágya, hozza neki a Jézus, azt kívánom.